Az előadásom címének a határok szót választottam azért, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy ilyen területen, mondjuk, mint a gyermekbántalmazás, a határokat pontosan lehessen érzékelni, pontosan fektessük le, és azokat érzékelje mindenki, érzékeljék a nevelőszülők, érzékeljék a kollégák, és érzékelje mindenki, aki ebben a körben érintett. Ezt tegnap este tettem be első szlájdként, ezt a képet, nem azért, mert a határokhoz nagyon-nagyon kapcsolódik, viszont csak hogy szerettem volna jelezni a tegnapi nap végén bejelentett esti szórakozással, vagy esti programmal összefüggésben, hogy nem tudom, hogy kinek a feltöltöttségi szintje most éppen hol tart. Ezt mindenki döntse el. Van gyanúm, itt a szervezőkkel beszéltem reggel, ők nagyon szépek és csinosak, és jól néznek ki, de azt mondták, hogy ez csak a külső. Ez csak a külső, és ezúttal is szeretnék gratulálni főigazgató úrnak a rendezvény szervezéséhez. Valóban egy nagyon jó helyszín van. Nagyon flottul megy minden, legalábbis ezt érezzük mi, hiszem, hogy így is van, úgyhogy gratulálok hozzá. No de, nagyon-nagyon röviden szeretnék csak azt elmondani, hogy igazából honnan is jöttem, és mely szervezetben vagyok én, és hol szolgálunk. Tehát a Református Szeretett Szolgálatnak nagyon sok ágazata van, és nagyon sok ellátással foglalkozik. Ide most csak a gyermekvédelemmel, illetve a gyermekjóléti alapellátással összefüggő szolgáltatásokat soroltam föl. Lehet, hogy hátulról nem látszik, a térképet egy kicsit lendre sikerült elhelyezzem. Igazából, ha a gyermekvédelmi központra koncentrálunk, két nagy gyermekvédelmi központ van, ugye a kelet-magyarországi, illetve a nyugat-magyarországi. A nyugat-magyarországi földre azért egészen a Tiszáig húzódik, hiszen még Szolnok megye is tartozik, és két központtal, Debrecen, illetve Budapest központtal dolgozunk. Érdemes még megemlíteni a biztos kezdett gyermekházakat és a tanodákat, hiszen erősen kapcsolódnak azokhoz a folyamatokhoz, amely a prevencióhoz illeszkedik, hiszen valahol már ott az első lépés is megtörténik a prevenció területén. A bántalmazás tekintetében pedig, mint ahogy mondtam, fontos az, hogy a fogalmakat, helyzeteket, eseteket, folyamatokat mindenki konkrétan és ugyanúgy értelmezze. Erre nagyon-nagyon jó volt az, hogy elkészült ugye 2018-ban ez a módszertani anyag, illetve ugye most a napokban került ez aktualizálásra. Ebben konkrétan lefektetésre került, és rögzítették azokat az eljárásokat, feladatköröket, időszakokat, határidőket, amelyeket mindenkinek be kell tartani. Ezt fontosnak tartjuk. Ugye, hogy a megelőzéssel kapcsolatosan, hogy mi is a cél, hogy ne is alakuljon ki, hogy elő se fordulhasson, de hogy egyébként meg mégis, hiszen már az elsődleges, tegnap ugye hallottuk az elsődleges, másodlagos és a harmadlagos prevenciók egymásra épülését. Ugye mindettől függetlenül előfordulnak, bármennyire is jól működik, vagy működik az elsődleges prevenció. És hogy nálunk ez hogy is áll össze, vagy hogy is alakul. Azt gondoltuk, hogy szervezetfejlesztés mindenképpen szükséges. Hiszen ahhoz, hogy, mint ahogy a térképen az előbb lehetett látni, hogy egy ekkora földrajzi területű és szerteágazó település szerkezetben működő nevelőszülői hálózat és gyermekotthon, lakásotthonok tekintetében szükséges az, hogy egy olyan szervezet működjön, amelyben azok a határok, fogalmak, folyamatok teljesen letisztázottak és lefektetettek, amelyek például a gyermekbántalmazással megismertünk. Ez nem csak a gyermekbántalmazásra igaz, hanem a szakmai munka összességére. A szupervízió és a tréning, szintén utalok a tegnapi napra, nagyon-nagyon fontos, hiszen kiégett, elfásult, megfáradt szakemberekkel, nevelőszülőkkel nem lehet együtt dolgozni úgy, hogy ezek a bántalmazások ne, vagy nagyon kicsi mértékben forduljanak elő. Ugyanide tudjuk sorolni ugye a szakmai munkákat, továbbképzéseket,
kiadványokat fogok majd a későbbiekben egy következő szlájdon mutatni, amely szintén azt segíti elő, hogy bizonyos módszereket, ismereteket tudjunk átadni kollégáknak és nevelőszülőknek. A biztonságos toborzásról is volt szó tegnap, én is kapcsolódok hozzá, hiszen ezt is lényegesnek tartjuk, hogy a már a rendszerbe bekerülő munkatársak, szolgálatban résztvevők olyan személyiséggel, értékrenddel rendelkezzenek, amelyek illeszkedik a mi szolgálatunkhoz, és nagy eséllyel nem lesznek bántalmazó munkatársak vagy nevelőszülők. A kapcsolati háló kiépítésének támogatása nyilván itt a gyermekek, illetve a fiatal felnőttek kapcsolati hálójának a kiépítését tartjuk nagyon fontosnak, erre is lesz majd később egy szlájd. És ez a bizonyos reziliencia, ami ugye most egy nagyon-nagyon sokszor hallott fogalom, ez pedig egy következő lesz majd. De hát nagyjából így fog fölépülni a gyakorlati területenket bemutató tájékoztató. És akkor a szervezetfejlesztés, hogy igazából miért is adtuk mi ezt a JETRO nevet ennek a szervezetfejlesztésnek, amely a fizikai valóságában tulajdonképpen egy Excel tábla, amely a különböző szinteket, mármint a szolgáltatásban résztvevők munkaköri szintjeit tartalmazza. Nagyon-nagyon röviden, ugye JETRO Mózes apósa volt, aki hát elküldte Mózest, hogy vezesse ki a népet Egyiptomból. Ez így meg is történt, és JETRO figyelte, hogy Mózes hogyan működik, hogyan dolgozik, azt vette észre, hogy mindent Mózes csinál. És adott neki egy tanácsot, hogy azt tanácsolja, hogy válasszon magának vezetőket, felelősöket, akikre át tudja tenni bizonyos feladatokat, és ő csak a leglényegesebbeket végezze. Tehát ezzel egy hatékonyabb kvázi szervezetfejlesztést javasolt, és ezért adtuk mi is ennek a rendszernek, amely nálunk bevezetésre került, a JETRO nevet. Hiszen ezekhez a feladatkörök, munkakörökhöz konkrétan meg vannak határozva azok a tevékenységek, elvárások, amelyek mindenkire, aki azon a szinten van, érvényesek. És ha jól emlékszem, a tegnapi kisfilmben hallottuk azt, hogy egy-egy látogatás alkalmával a nevelőszülői tanácsadók például felkészülnek értelemszerűen arra a látogatásra, átgondolják, hogy mi is az, amivel kapcsolatosan különösen figyelni kell, vagy mi az, amit meg kell említeni, vagy mire kell fókuszálni, vagy esetleg mi az, amit meg kell nézni, vagy ellenőrizni, hogy megtörtént-e, vagy jól van-e. És például ez a rendszer erre alkalmas, hogy minden tanácsadó, ha most a tanácsadó és nevelőszülői viszonyra gondolunk, konkrétan látja, hogy a bizonyos időszakonként ugye megtörtént látogatások alkalmával egy-egy folyamat hol tart, mi az, amire oda kell figyelni, mi az, ami megvalósult, vagy mi az, amit különösen akár időszakonként is ellenőrizni kell, vagy teendő van vele. Tehát ez egyfajta felkészülés a látogatásra, és a látogatás alkalmával ezeket a tapasztalatokat ebben a táblázatban, vagy ebben a rendszerben rögzíti a tanácsadó természetesen, megbeszélve a nevelőszülővel. Akkor is, ha nem minden szép és jó, és vannak bizony elvárások, vagy korrekciók azért, hogy a gyermekgondozása, nevelése megfelelő legyen. Ez a rendszer egyébként nem csak nevelőszülő tanácsadó, hanem ha mondjuk egy nevelőszülői hálózatra értelmezem ezt a rendszert, akkor ugyanúgy tanácsadó, szakmai vezető, intézmény vezető szinten is megvannak. És ebből adódik ugye ez a rendszernek a felépítése. Mindamellett, hogy ez az egyfajta felkészülési lehetőség van, benne van az is, hogy bizonyos szempontok mindenhol mindenkire érvényesek. Tehát nem kizárólag a tanácsadóknak a különbözősége, hát hogy is mondjam, a különbözőségére, vagy az eltéréseire
hagyatkozunk egy-egy látogatásán, vannak kötelező elemek. Ezt azt gondoljuk, hogy a biztonság egyfajta keret, egyfajta határ szintén hozzájárul ahhoz, hogy a szakmai munka, illetve annak a színvonala az megfelelő legyen, és akár a gyermekbántalmazással összefüggő jeleket, helyzeteket, szituációkat is már érzékelje egy-egy nevelőszülői tanácsadó kollega. Például, de igaz ez lakás, illetve gyermekotthonok tekintetében is, de mondjuk bármely más szervezetre is igaz. A szupervízió tréningek, igen, mi is nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hiszen a megfáradt, elfáradt, kiégett vagy kiégés előtt lévő munkatársakkal nem lehet együtt dolgozni, kevésbé tudják érzékelni, máshova helyezik a hangsúlyt, és másképp reagálnak egy-egy helyzetre. Tehát fontosnak tartjuk, hogy egyfajta lelki karbantartást használjunk a munkatársak tekintetében, igaz ez a nevelőszülőkre is, és igaz a gyermekotthonok munkatársaira is. És ugye vannak a szakmai műhely munkák és a továbbképzések, képzések és a tudásbővítés. Itt egy picit, ez kapcsolódik egy picit már a toborzási részhez, hiszen ha nevelőszülők képzésre gondolunk, ugye erre a bizonyos alap 28 és a 32 órásra, már nagyon-nagyon fontos, hogy azokban a képzésekben, hogy a képzések során ezeket tudatosítva folyjanak, és az ottani kollégák egyértelműen adják át azt, és rögzítsék, hogy a leendő nevelőszülők például lássák azt, hogy a gyermekbántalmazás egyáltalán fogalomszinten mi is, mi az, ami a gyermekbántalmazás körébe tartozik, mert nincs egyéni megítélés, és kinek mi fér bele, kis pofon, nagy pofon, kis tekerés, nagy tekerés, mi egyéb, tehát semmi nem fér bele a milyen jellegű nevelési módszer. És ezt fontosnak tartjuk előre tisztázni, a félreértések véget, tehát a határokat itt is fontos betartani. És nyilván a tudásbővítés, amely most például hozzátartozik a tudásbővítésre, ha megint visszautalok, ugye a napokban aktualizált útmutatóra a gyermekbántalmazással összefüggésben, hiszen ezeket folyamatosan kell megismertetni, egyrészt elvárás is, másrészt pedig szükséges is, hogy mindenki ismerje meg annak folyamatát, határidejét, és nem csak azért, hogy egy kvázi ijeszgessük vele a kollégákat, vagy a nevelőszülőket, hanem azért, hogy egy-egy helyzetben lássák ők is, hogy valamilyen értelemben, sőt, ez az ő védelmükben is van, mert sokszor egy-egy folyamat, egy-egy eljárás az nem azért indul, illetve nem ellenük indul, hanem pontosan azért, hogy az az eset az kerüljön kivizsgálásra, és ha az alaptalan, akkor az is kerüljön rögzítésre. Kiadványok tekintetében most úgy látom, hogy ez kevésbé sikerült. Ugye az egy A4-es oldal lenne ott a kivetítő jobb oldalán, tehát füzeteket vagy kiadványokat készítünk, amelynek a legutolsó verzió az áprilisi, ez a visszajelzések és megerősítés. Előtte volt két, ez a munka első, de előtte volt kettő próba példányunk, és azt gondoltuk, hogy hasznos és nagyon örömmel és kíváncsian fogadták a kollégák és a nevelőszülők, és elkezdtük, ez most az első példány, de egyébként ez a harmadik már, és a visszajelzések, megerősítés, dicséret, mert azt gondoljuk, hogy ezzel is érdemes foglalkozni, hogy mindezt hogyan kommunikáljuk, és hogy mennyire fontos, és hogy mennyire lényeges, mert hogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy kevésbé adódjon elő gyermekbántalmazás, hiszen hatása van a gyermekre, hogyha kap megerősítést, dicséretet, egyáltalán visszajelzést, és annak a formája, a hogyanja, az pedig nem mindegy, illetve azokat a helyzeteket, eseteket is érdemes tudni, hogy mik azok, amikre kell, vagy szükséges visszajelzést adjon. A biztonságos toborzás, ez igaz munkatársakra is, és hát most igazából a nevelőszülőket is ide sorom a munkatársak körébe, hogy mennyire fontos már a kiválasztásnál a jelentkezők közül, hogy nagy eséllyel lássuk azt,
hogy kik azok, akiket hát kvázi el kell utasítani, és azt gondoljuk, hogy nem erre a területre a legjobbak. Biztosan van más terület, ahol sokkal jobban tudnak teljesíteni, vagy sokkal jobban tudnak dolgozni. Igaz a munkatársi létszámra is ez. Már a kiválasztásnál ugye az alkalmassági vizsgálat ennek egy része is, illetve az követi. És akkor jött ugye ez a bizonyos kapcsolati háló, amiről már említettem egy szót az előadás elején. Dr. Szászi Andrea, ugye a református katetikai igazgatóhelyettes, a református pedagógiai intézetnek az igazgatóhelyettese. Készült egy kutatás, még ha jól emlékszem, talán a Szemüvegész Egyetemhez köthető ez a kutatás, ott lehet, hogy egy PhD hallgató készítette, hogy mennyire fontosnak ítélik a fiatalok, gyermekek, hogy a család támaszát, semmi új nincs benne egyébként. Amire viszont szeretnék rávilágítani, hogy a közösség fontosságát is hangsúlyozták, és nevesítették a sportklubokon kívül a vallási közösségeket. De hát, hogy mekkora jelentősége és mekkora ereje lehet, vagy van annak, ha mondjuk egy ilyen közösséghez tartozik egy-egy fiatal. Utalok a tegnapire egy másik előadásra, ugye ott arról volt szó, hogyha vannak mondjuk kortárs közösségek, csoportok, ugye ott elindul a hierarchia, elindul a harc, különböző szerepeket, különböző szinteket kell kivívni, kapcsolatokat, ki hova kötődik. És azt gondolom, hogy talán ez lehet az egyik ok, hogy ezekben a vallási közösségekben ilyen értelemben nincs hierarchia, mindenki egyenlő. És ez az egyik az, ami talán vonzó lehet a fiataloknak, illetve jelezték, hogy például egy ilyen közösség, az több lehet. Ugye a sportklubokon ott ugye már az nem biztos, hogy így van, de mondjuk egy vallási közösségben azt gondolom, hogy igen. És Andreával együtt működve a közeljövőben indítunk egy ilyen programot, amely ezt az egész közösséghez való tartozást egy picit elősegíti. Ugye itt leginkább a lakásotthon, gyermekotthon, illetve a nevelőszülői hálózatoknál lesz ez igaz. Azért nevelőszülő házadban ez nehezebb, hiszen földrajzilag azért elszórtan vannak a fiatalok, ott leginkább ugye a helyi közösségekhez, gyülekezetekhez tudnak tartozni, míg azért egy lakás vagy gyermekotthon tekintetében, ugye ott 8-10-12 gyermek van, aki konkrétan tud egy helyi gyülekezethez kapcsolódni. És ami nagyon fontos, hogy nem csak ők, mármint a fiatalok, hanem a gyülekezetnek is kell egyfajta nyitottság, hogy fogadják be, vegyék fel a kapcsolatot, és alakuljon ki egyfajta olyan együttműködés köztük, ami ezeken az alapokon nyugszik. Tartozzanak abba a közösségbe, és érezzék ők az odatartozást is. És ugye van ez a reziliencia, ezt megint lehet, hogy lentetettem, az egy ilyen, nem tudom, Kelfel Jancsi lenne. Ugye ez tulajdonképpen azt próbáltam ezzel szemléltetni, vagy jelezni, hogy ez a fogalom, ez azért arra utal, hogy hogyan, vagy hogy mennyire fontos az, hogy az ember visszanyerje mindig az egyensúlyát, ha mondjuk kibillen. És ha belegondolunk, azért a mi ellátórendszerünkben elég sok biztonságból, magabiztosságból kibillenő gyermek vagy fiatal van, akinek lehet ez a képessége kevésbé, vagy egyáltalán nincs meg. És ugye ez a képesség, ez egy tanulható, vagy tanítható képesség, amelyet a pszichológusaink, a fejlesztő pedagógusaink és a szakembereink, a mentálhigiénéseink segítségével tudjuk elősegíteni a fiatalokban ezt a fajta képességet, hogy hogyan nyerje vissza azt az egyensúlyt, amelyben ő tud működni. Hiszen ha kibillen, onnantól kezdve az ő magabiztossága vagy biztossága az már nincs. És anélkül pedig ez nem megy, és ezt muszáj tanítani, és muszáj fejleszteni a fiatalok vonatkozásában is. Na, azt gondoltam, hogy itt a
tegnapi program után, és igazából a gyermekbántalmazás maga nem egy vidám történet és egy vidám téma, de hogy ugye itt gyereknap is volt, és hogy lassan itt a vakáció is, és hogy itt ezt a ma reggelt egy picit itt próbáljam meg felvidítani, gondoltam, hogy hozok egy-két gyerekszájas mondást, vagy kis történetet, hogy kicsit így legyen azért jobb kedvünk. Az első történet így szól, az apa mondja, egyszer majd mindenféle érzelmeket fogsz táplálni a fiúk iránt, és mondja erre a 6 éves kislány, már most érzelmeket táplálok irántuk. Az apja kérdezi, tényleg? Mondja a lány, igen, kiborítanak. Egy 4 éves mondja, kaphatok egy kis cicát? Mondja az édesapja, tudod, hogy allergiás vagyok rájuk, nem tudok meglenni velük egy házban. Mondja a 4 éves, alhatsz kint is. Egy anya posztja, ez nekem különösen tetszik, mondja az anya. Nem tudom, melyik fiam miatt aggódjak jobban, amelyik kizárt a hálószobámból, vagy amelyik megmutatta, hogyan szereljem le az árat. Még 2 van, a 4. Az apa, szedd össze a játékaidat, mondja a 6 évesnek, összeszedi, aztán lerakja őket a földre. Mondja az apa, úgy értettem, hogy szedd össze őket, és pakold el. Mondja a 6 éves, nem vagyok gondolatolvasó. Egy utolsót, az anya mondja, szívem, mit mondasz, ha valami rosszat tettél? Azt mondja a 4 éves, nem én voltam. Köszönöm, köszönöm szépen a figyelmet, és ezt az igét, amely jelenleg most a vezérigéje a Református Szeretett Szolgálatnak és a www.diakonia.hu oldalon olvashatják, 2 Mózes 23.20. Ímé, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és mindenkinek áldás békességet kívánok.